Nem voltak ebből ilyen nagy viták? Nem. Nem volt? A házból, igen, hogy nézzen ki, tehát hogy amikor... Ó, de, a terasz. De vérre menő? Vérre menő viták is? Nem szoktunk ilyen vérre menő vitákat folytatni. Annyi, hogy ugye nekem más az elképzelésem a terasszal, illetve a Balázsnak ezzel az a problémája, hogy általában, amit én szeretnék, az iszonyatos összegben mozog. Aha. És ugye én ezt így nem látom. Ő azért látja ezeket a dolgokat, mert ő tudja, mert ezzel foglalkozik, hogy amit én akarok, az mennyibe kerül. És ugye próbáljuk valahogy a lejjebb vinni, és akkor most az lett a terasszal, hogy csak félig fog elkészülni, és majd akkor az évek alatt folyamatosan mindig valami készül, és majd akkor úgy tökéletes lesz. Kipikop! Sziasztok! Gyere, Pöttöm papi! Itt vagyunk Bükön, hát óriási a változás Pöttöméknél, ugyanis elkészült a ház, amikor utoljára részletesen beszélgettünk, akkor viszont az egy nagyon tragikus esemény volt, ugye pont leégett a házuk, illetve a lakásuk, amiben éltek, és akkor már elkezdtétek ezt a házat építeni nagyjából, ugye? Igen. Úgyhogy megnézzük az új otthont, és persze Oliviát is. Látom, új szerzemény is van. Hol a gazdája? Igen. Hol a gazdája? Mutatod a lakást? Nagyon kedves kutyája az Oliviának. Igen, ez Sky kutya. Igen. Ide a lakásba, hát házba igazából decemberben már be tudtunk költözni, karácsony előtt. És ugye a nagyobb munkálatok azok úgy szeptembertől kezdődtek, úgyhogy 3 hónap alatt kialakítottuk ezt, amit most itt láttok. Menjünk be egy kicsit a konyhába, és mert hogy a gazda az ott van, ugye? Igen. Hát Olivia itt van. Meg ott a kiskutya is melletted. Hát csodálatos lett a ház egyébként. Köszönjük szépen. És most kérdezem Pöttöm mamit, hogy új otthon, az nektek most mit jelent? Hát nekem ugye ez az otthon, ez amúgy is teljesen más. Kontextusba helyezte az egész életemet, mert ugye én társasházban nőttem fel. Már ugye, amikor a Balázshoz költöztem, nyilván, mivel hogy mi csak fenn a tetőtérben éltünk az ő családi házában, vagy szülői házban, ezért azt sem érezhettem, hogy Isten igazából a magaménak, és most teljesen más, mert most ez a miénk. Jó érzés, hogy ez tényleg hát a mi munkánk, igazából a Balázs, nem az enyém, de hogy ez most úgy alakítjuk ki, hogy mi akarjuk, a kertet, egyáltalán mindent. A Sofi? Úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon jó érzés. Azt látom, hogy itt egy egész állatkert is van most. Igen. Van nagy a helyük, igaz? Ha rajta múlna, lenne még öt. Akkor jöhet a következő gyerek is, nem? Nem, kutya. Ez kutya. Andi, Olivia. Olivia? Hogy hívnak? Andi. Hogy hívnak? Olivia. Hogy és a második neve nem Elizabeth lett? Nem, csak egy neve lett. Egy neve. Mert hogy a Pomlós is hosszú, meg az Olivia is hosszú. Szóval, nem. Hogy van ez a kutya vagy gyerek? Kérdés. Az otthon itt van, kérem szépen. Ott pont még egy gyereknek lenne hely, mert ugye a hálótok átjön ide. Én is így vagyok ezzel. Na és egyébként? A Dadia inkább ilyen keneleket akarna ide, még többet. Dadia betelepíti a házat kenelre. Oliviának egy állatkert kell. Hát már gyakorlatilag egy kis óvodai állatkert már itt van, igaz? Igen, van két kutya, cica, és most a kertbe hátul lesz egy kis nyúl, és 2 pipi. És mindegyik fehér lesz, aztán ezek is ilyen szőrösek, mind a kutyusok. Fejem tyúkok egyébként, ugye ezeket hát szőrös gyereket nem tudsz szülni. Nem. Na menjünk akkor tovább, mutassátok meg, hogy kinek mi a kedvenc helye. Csúszda a kedvenc, de valószínűleg a Diának majd több ok miatt is a veteményes lesz a kedvenc, ugye? Így van. Az ember, amikor gyereke lesz, akkor tudatosabbá válik ilyen organikus kérdésben?
Mert hogy organikus zöldségeket szeretnétek, ugye? Szerintem igen, egyébként ez azért is érdekes nálam, mert ugye nem nagyon szeretem a zöldségeket, tehát én nem eszem nagyon zöldséget. Most vagy fogsz? Most majd fogok, és ugye mi tavaly kezdtük el ezt a kertészkedést, nyilván nehezebb volt, mert hogy ugye a másik lakásból ingáztunk, mindig ide nem jöttünk minden nap. Volt, tavaly már kialakítottuk, most idén nagyobb lett, most kibővítettük, úgyhogy most több minden lesz, ugye most már tudjuk, hogy ő milyen zöldségeket szeret. És miért? A brokkolit nagyon-nagyon szereti, répát, borsót, úgyhogy ezeket karalábét, zellert, ilyen főtt dolgokat. Ó, szuper! Igen. Ez nagyon-nagyon öröm. És mindent megpróbálunk úgy vetni, hogy nem sokat, hanem mindenben egy pár darabot, hogy amikor éppen szezonja van, akkor meg tudjuk enni azt a 15-20 darab brokkolit. Nem úgy, hogy egész évben folyamatosan kitart, hanem mindig, nem is tudjuk, ami Magyarországon. Így van. Igen, minden, ami Magyarországon, a szezonja van. Azt szokták mondani igen. egyébként, azt hogy úgy kell lenni, igen. Hogy mondjuk megyet is nem télen kell állni, igen, nem akkor, igen, amikor megy szezon van, mert ugye a testünk ezt tudja, igen, ezt így érzékeli. Ó, hát az egy... Igen, csak mutatjátok ezt... neki. Emlékeztek rá? Emlékeztek rá, amikor mi megmutattuk, majd nézzétek vissza azt a részt, amikor még pocakban volt Olivia, és elmeséltétek, hogy akkor még Elizabethnek készült, és egy közös utatokon honnan is hoztátok? Olaszországból. Akkor, amikor még nem is vártál babát. Igen, mert még nem is voltunk házasok. Ti már elhatároztátok akkor, hogy lesz kislányotok. És aztán jött pár év, nehéz év, mert ugye nem akart jönni az Olivia, és most meg itt hagytok az otthonotokba, aminek egy rész egyébként, ráadásul te készített saját kezdődött. Igen, elég sok mindent én készítettem. Hát a konyhába az üveg dolgokat, az üvegfalat, meg az üveg fedlapokat is én készítettem. Ezt a nappali bútort is én készítettem. Én festettem. Nagyon dizájnos. Na, szóval az üvegajtót is én készítettem. És a fürdőszobában is én készítettem itt a tükröt. Még mielőtt ti a férjeitektől ezt várnátok el, azért az hozzátartozik, hogy Balázs ezzel foglalkozik. Nekem tehát mások otthonába is készítesz ilyesmit. Korlátokkal foglalkozok és ilyen üvegtermékekkel. És egyébként téged hol lehet így megtalálni, hogyha most kedvet kaptatok hozzá? A Facebookon Torgeo néven van egy Facebook oldalam, és ott vannak fent a munkáim. Úgyhogy ott meg tudjátok nézni. Hát minden esetre baromi dizájnos, nekem nagyon bejön. Na, Woody, a csúszdát! Hát itt a babaszoba. Na kérem szépen, hogy van ez a csúszda? Megmutatod, hogy csúszol le rajta? Légy szép! Megfogjuk a babádat, kicsim. Oké? Okay? A kendődet is megfogja, anya. Gyere, add ide. Köszi, mehetsz csúszni. Ügyesen? Csuszi-muszi. Ügyesen? És rózsaszín is. Júj, de ügyes vagy! A mindenit! Na ügyesen, másszál tovább! Na! Ó, de ügyes! Tipsi-tapsi! Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, de itt az adás elején egy jó nagy lógrásra ezt a második gyerek témát átugrottuk, igen, ugye? Arról volt szó, hogy a dia ugrott át, mert hogy te szeretnél, te meg inkább kutyákat? De nem lesz több kutya. Hogyha nem lesz másik gyerek, akkor nem lesz több kutya se? Ugye a második gyerek téma, akik ugye követnek minket és látták az adásokat, ők tudják, hogy elmondtam, hogy én életterv alapján élek. Így van. És ugye nekem, én mindig egy gyereket terveztem. Ez így van. És nekünk, mivel ő nehezen is jött össze, ez igazából lelki dolog is, hogy nem akarok még egyet. Tehát én nem biztos, hogy szeretném újra ugyanezt a procedúrát végig, hogy megint negatív a teszt, még mindig nincs, miért nincs. Nem szeretném újra ezt átélni, mert szerintem ez nem egy kellemes érzés. Nekem mindenre van így időm mellett. Tehát én tudok tornázni, tudok főzni, van szabad idő. Tehát, hogy én így érzem azt, hogy most kiteljesedett az életem, és én így vagyok most egy olyan egy kerek személy, egész. Aki mondjuk 28 évesen kell, hogy legyek. De ez nem a szülés miatt van, meg nem a várandóság miatt, hanem amiket elmondtál, hogy... Igen. De ha valaki azt mondaná, hogy holnap után teherbe fogsz esni, és nem kell ezt a 3 éves procedúrát végigcsinálni,
Akkor is így egyébként döntenél? Ez volt az opció, tehát amikor ugye nekünk volt egy időszak, még szerintem fél évvel ezelőtt, amikor azt mondtuk, hogy oké, lehet. És akkor azt mondtam Valinak, hogyha még miért én visszamennék dolgozni és sikerül, akkor oké, de azt mondjuk, hogy ne kellünk próbálkozni, és majd lesz valami, azt nem. Akkor ez most azt hiszem, hogy elment ez a vonat, ugye? Igen, egyelőre. Úgy érzem. Jó, de a te boldogságodat egyébként ez befolyásolja? Nem, teljesen boldog vagyok így is. Van egy csodálatos kislányom, egy gyönyörű feleségem, van egy gyönyörű szép házunk, úgyhogy én most már nagyon boldog vagyok. Szerintem ez egy csodálatos végszó volt, és akkor a legközelebbi adásban pedig megnézzük, hogy Olivia hamarosan 2 éves lesz, hogy most mi minden van a fejlődésében, hogy mennyire ügyes, és hogy a szülők hogyan élték túl ezt az elmúlt időszakot. Sziasztok! Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Most itt.